Eszki? Ja, szomszéd. Apának szólított. Egy írót játszom, aki életében egyszer írt egy nagyon jó könyvet, és abból él a mai napig, de is nem nagyon van ihlete. Tanít egy egyetemen, és hát egy furcsa szerelmi viszonyban keveredik egy tanítványával, és ott egy gyermeke születik, aki egy rejtélyes módon hozzákerül. Nem fogom elárulni, hogy az édesanyjának mi volt ezzel a célja. És az első felismerés egy 7 éves gyerekkel, hogy hogyan létezik, a narcisztikus, önimádó, egoista író valahogy a film végére több és jobb ember lesz, és ezt a folyamatot mutatja meg a film, hogy mi az, amiről lemondott, vagy önhibáján kívül, vagy az ostobaságán kívül, erről nem akar tudomást venni. Sok fájdalommal, sok humorral igazi, szerethető történetet tudtunk elmondani szerintem, bár a filmet nem láttam. De azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok gyönyörű pillanat van benne. A Csaba igazából a Párbeszédekben, hogy van neki is két gyerek, meg kisgyereke, hogy mi az, amikor az ember nem játsza meg azt, hogy a gyerek mindig cuki, hogy mi az, amikor fájdalmasan idegesítő tud lenni, azt is beleírja, mert az életnek az a sűrűje, hogy arról is beszélsz, amiről kifelé mutatva nem akarsz. Nagyon gyűlölöm meg utána, amikor mondják azt, hogy nekem két tökéletes gyerekem van, akik, és az olyan nincs, az csak a máz. És amikor egy gyereket eddig hűítik 18 éves korában, hogy tökéletes, aztán kikerül az életbe, és egy csekket nem tud befizetni, akkor elgondolkozva azon, hogy mennyi kárt okozott a szülő. Itt még talán a film ezen pontján még talán nem okozott akkora kárt a gyermekének, hogyha felveszi vele a kapcsolatot, és rá fog jönni, hogy attól ő maximálisan csak ihletettebb és izgalmasabb életet él, ha egy kis lélek gyerek van mellette. Nem ismeri az apját, és amikor megérkezik, akkor így nagyon csalódott, mert az anyuka csupa jót mesélt az apjáról, pedig kiderül, hogy az apja igazából nem annyira jó fej. Én igazából nagyon élveztem, meg minden jól ment, meg ilyenek. Jó volt. Ugyanolyan kisfiú vagyunk, meg ugyanolyan élénk, meg ilyenek. Igazából hasonlítunk szerintem egy kicsikét. Most láttam először is, az utószinkronon egy pici részleteket láttam. Nagyon megható az egész, és iszonyatosan szórakoztató, és közben az ember egyszerre sír és nevet. És azt nagyon jó élmény volt, hogy én azt hiszem, a nézők ezt nagyon szerették. Tehát olyan az első perctől kezdve reagáltak, és azt hiszem, hogy ez nagyon, nagyon nézőbarát dolog lesz. És hát a Momo meg a Szabi egészen rendkívüliek. Tehát, és nagyon jó ez a szöveg, amit írt a Csaba. Ez az egész nagyon, nagyon, nagyon jó benne lenni. Szabó is azt mesélte, és én is azt tapasztaltam, hogy egy egészen különleges lény, és nem lehet őt általánosítani, hogy általában milyen egy gyerekkel forgatni, vagy színházban dolgozni. Ő csodálatos, ugye, ahogy van. De ez az egész stáb, ez egy nagyon-nagyon jó stáb volt. Én a Rónyi Gábor rendezővel végigcsináltam a Korhatáros szerelmet, a Szabival nagyon régóta már többször dolgoztunk együtt, tehát operatőrre is, tehát itt mindenkit ismert és tisztelt, és nagyon békés forgatás volt. Ezt a Covid alatt csináltuk, vagy csak az első nagy Covid utáni, első, mikor nyáron engedtek minket, és rengeteg óvintézkedés közepette, de nagyon békésen és szeretetben készült ez a film, és azt hiszem, hogy ez látszik rajta. Ez egy apának és a fiának a találkozása és az első együtt töltött 10 napja ez a film. Ők akkor találkoznak először, amikor ez a gyermek már 6 vagy 7 éves, ami hát egy viszonylag atipusos helyzet, de pontosan ez adja a filmnek a karakterét, hogy most nem mesélem, hogy miért, de így dobta ki az élet, hogy ez így történjen. És a lényeg az, hogy az, ahogy ők összecsiszolódnak, és ahogy lesz belőlük egy apa és egy fia, ez a folyamat történik meg úgy a szemünk előtt, hogy ennek minden drámai és humoros aspektusát igyekeztük
körbejárni. Van egy nagyon komoly forgatókönyv fejlesztési procedúra, amit még Andy Vajna kezdett el, és aztán ez a mostani filmintézeti protokoll is követi ezt a gyakorlatot. Ez nagyon komolyan megszűri a gyenge könyveket. Inkább szempont lett, mint mondjuk a 80-as években, hogy a közönségnek is tetsző, vagy a közönség számára is könnyebben, vagy inkább befogadható filmek készüljenek. És nyilvánvalóan ennek köszönhető az, hogy azért valamelyest a magyar film renoméja az javul. Aztán persze mindig vannak hullámhegyek, meg hullámvölgyek, de azt gondolom, hogy azért felfele tartunk. És itt nem arra gondolok, hogy ostoba vígjátékokat kell csinálni, mert az sok nézőt vonz, hanem arra, hogy abban kell gondolkodni, hogy úgy meséljünk el egy történetet, még ha komoly is, még hogyha drámai tartalmakat is közvetít, hogy az azért befogadható és fogyasztható legyen, ne csak egy nagyon vágyszemű vagy nagyon kifinomult ízlésű elit számára, hanem egy szélesebb réteg számára is.